Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és látjátok azt a szigetet? Na az az a sziget, ahonnan elindul a Javelin Spam, amin kijössz a spawnról. Ez az új szokás, amióta kijött az új patch. Na de ez a videó még abból a korból származik, a szép régi korokból, ahol nem volt Javelin Spam. Figyeljétek ezt a jelenetet, később fontos lesz. Szóval jöjjön néhány meglátás hajózásra kapcsolatban most, hogy hamarosan napvilágot lát a Nebo Strike DLC, és fogunk sokat hajózni, jön a Titan mód, hogy úgy mondjam, vagyis Carrier mód, vagy hogy az Istenbe nevezték el most itt a Battlefield-i, hogy a 2142-ben volt és jelent meg ez a Titan mód nevezetű játék. És ez jónak látszik, szóval ez jól fog kinézni ez a Battlefield-en belül. Aki nem tudná, hogy mi ez, akkor tulajdonképpen annyi lesz, hogy bizonyos pontokat a pályán el kell foglalni, amilyen rakéta kilövő hely lesz, azzal megbombázod az ellenfélnek a szállító hajóját, utána vagy a csapat másik része pedig felszáll arra bizonyos ellenfél szállító hajójára, ott megpróbál csinálni bizonyos mennyiségű damage-et és felrobbantani azt a bizonyos anyahajót, tulajdonképpen vagy romboló, teljesen mindegy, hogy melyik lesz az, de jónak fog érkezni, és ezért ez így modern csata környezetben megcsinálva nem lesz rossz. Nos, de most egy kicsit térjünk rá a videó lényegére. Direkt választottam ezt a hullámosabb részt, hogy úgy mondjam, és megvolt az oka, ugye? Amikor nincsenek hullámok, hogy úgy mondjam, egyszerűbb hajózni, mert látod a dolgokat, és tudod, hogy hogy van. De azt ne felejtsétek el, hogyha nem látod a dolgokat, a minimap, a kis térkép az zoomolható, tehát kibehúzogathatod, hogy lásd, és hogy felfogd a teljes pályát. De ugye, hogyan harcolunk hajóval, hogyha Parasalstormra kerül a sor, például ahol masszív a mennyiségű víz van, meg úgy általánosan hajóval hogyan érdemes harcolni. Ugye, a hajóval én például szeretek lopakodni, ez egy nem egy romboló eszköz, nem tudsz vele nekivenni tankoknak, illetve neki tudsz, csak hát valószínűleg veszteni abban a szempontból. Szóval tulajdonképpen egy ilyen love szintű életben maradási esélye van, és amióta kijött a Javelin patch, és spamelnek az emberek a spawnra, azóta még inkább ritkásabb az esélyed. Nos, de hogyan érdemes mégiscsak hajóval egy kicsit harcolni? Ugye, hogyha nincsenek hullámok, akkor behúzódsz a sziget mögé, behúzódsz a pont mögé, kinézed, és érdemes egy Bird Scannon-t használni például egy ilyen Parasite Storm méretű szintű pályán, mert távolról már elkezdheted sorozni, és mint már egyik videóban mondtam, emberek nem mindig olyan ügyesek, ezért távolra nem merik pazarolni a golyókat, és ezért nem is nagyon lőnek vissza, úgyhogy ha megtanulsz már távolról kilőni az embereket egy Bird Scannon-nál, nem nehéz, mert szinte nincs golyó ejtés, vagy nincs is golyóejtés, nem tudom. Ezért könnyű távolra lőni Burst Cannonnel, ezért már távolról elkezdheted sorozni. Kilövöd rá mondjuk az első pár első tárat, vagy az első pár sorozatot, és utána kérlek szépen, amikor már közel van, Active Protection-be, és ami kifér a csövön, adsz neki az összes golyóval, TV Guided, Laser Guided, amivel jól esik, amit beadod az első Laser Guided, a TV Guided, Mobility Hit, kész, vége. Ott a másik technika, ezt a jelenet is figyeljük egy kicsit, ott a másik technika, amit sokan szeretnek alkalmazni, ez a TV Missile, és Peckó, nem vagyok annyira ügyes a TV-vel, de nem tudom annyira jól irányítani, igaz, nem is lőttem bele annyit, hogy igazán magas tapasztalatot szerezzek vele. Ott volt a TV Guided, ugye, akik már távolról kinézik, sziget túloldalán van a hajó, már onnan belelőnek kettőt, és amire odaérnek, hogy megharcoljanak az a bizonyos csatorna, már van nekik újra két TV Guided-jük. Én annyira nem szeretem ezt a technikát, és szeretem kivárni, hogy jöjjön közel, és meglepetésből bim. A következő nagy lépés, olyan meglepetést tudsz szerezni egy hajónak, egy ellenfél hajónak, például az, hogyha a hullámot kihasználva lovagolsz. Tehát meglovagolod a hullámot. Magyarul a Battlefield ebből a szempontból nagyon valósághűre van megcsinálva. Ha figyeltétek, sokszor sok jelenetben gyakorlatilag a hullámmal haladtam együtt. A hullám volt az, ami elrejtett a másik hajóktól, és úgy tudtam mögé menni, mint az előző hajónak is ebben a jelenetben, úgy tudtam mögé menni, és végül meglepni, és gyakorlatilag ha hátba kapod a hajót, onnantól vége a bulinak, nem tud már
rá reagálni, és természetesen megint csak igen bátor voltam, és egy bugyut a szituációba kerültem bele, ahol végül sikerült kikapnom, de végül itt is sikerült elérni a meglepetés erejét, csak hát egy kicsit két hajó közé voltam szorulva, nem tudtam, hogy mit csinálják, de végül rosszul döntöttem, hogy úgy mondjam. Szóval amit érdemes, amit megfigyeljetek, haladjatok együtt a hullámmal, ne lépjetek át a hullámon, így is gyorsan fogtuk tudni haladni, és gyorsabban, mint hogyha nem hullámozna a tenger. Tehát valami ilyesmit csináltok, mint én itt most, fogtok tudni haladni a hullámmal, és a hullám visz titeket, és el fog tudni rejteni az a bizonyos másik hajótól. Most is megnézitek hullámot oldalasan kihasználva, majd amikor kell megfordulva. Csak kimentem a pályáról, annyira meglepődtem, hogy gyakorlatilag leblokkoltam helyből, és nem tudtam, hogy milyen rákot csináltam, hogyha elkezdtem először menekülni, addigra meg már részült a másik hajós, hogy be is kapcsolt az aktívját, onnantól nekem már mindegy volt, mert én meg már elhasználtam azt az aktívot. Úgyhogy erre vigyázni kell, hogy mikor kapcsolod be az aktívot, csak azután kapcsolod be az aktívot, hogyha bár biztosra vetted, hogy észrevett az a másik jármű. Na, én így vagyok vele. De használd ki a meglepetés erején. Ugye mobility-t kaptam, úgyhogy mindenképpen... Egyébként volna, remélem hasznos tippek voltak. A következő videó. Sziasztok!